sokszor említve lettem itt, rövid bemutatkozás. Móg Attila vagyok, újságíró. Egyrészt az átlátszó.hu főszerkesztő helyettes, tehát Bodoki Tamás kollégája, aki nem olyan régen ugyanitt előadott. Másrészt pedig a Mérték nevű médiaelemző intézetnek az újságírással foglalkozó kutatója, tehát együtt dolgozom Gáborral is, aki szintén előadott. Nagyon röviden, hogy miről fogok beszélni. Először azt gondolom, hogy mondok pár történetet a magyar sajtó mindennapjaiból, ami egyrészt a magyar közönségnek nem lesz ismeretlen, a francia közönségnek meg talán jól megmutatja, hogy mi is most a helyzet Magyarországon. Utána lesz egy szuperszónikus sebességgel előadott prezi, elnézést előre a tolmácsoktól. Sok minden már említve volt itt, tehát csak gyorsan végigmegyek, hogy mik a kvázi kutatói megállapításaink a magyar médiahelyzetről. És a végén pedig mondok két olyan állítást, ami talán könnyen megjegyezhetően összefoglalja azt, amiről itt megpróbálok beszélni. Tehát a pár történet. Az első történet az 2006-ból származik, és azért megyek időrendben, mert jól megvilágítja, hogy mi változott Magyarországon az utóbbi pár évben a médiában. Tehát 2006-ban volt egy miniszterelnökünk, aki egy titkos, szocialista párti miniszterelnök, aki egy titkos beszédben, egy pártgyűlésen elismerte a saját pártársainak, hogy éveken keresztül hazudott a közvéleménynek az ország gazdasági helyzetéről, és kvázi hazugságukkal, de megnyerték a választást. És hát akkor most itt a helyzet, hogy mit csináljunk ezek után. Ez a beszéd kiszivárgott, és 2006-ban zavargásokhoz vezetett az országban. Erre talán önök közül is sokan emlékeznek. Ezt a beszédet a Közszolgálati Magyar Rádió közölte elsőként. Még egyszer, tehát 2006-ban hatalmon egy szocialista, szabaddemokrata, szocialista és liberális kormányzat volt, és akkor a Közszolgálati Rádió közölt egy olyan beszédet, ami az akkor hatalmon lévő miniszterelnök hazugságairól tájékoztatta a közvéleményt, zavargásokhoz vezetett, és hát hosszú távú hatással van azóta is a magyar politikára. Ez tehát 2006. 2013, fast forward, pár nappal ezelőtt a magyar miniszterelnök, aki most egy jobboldali miniszterelnök, interjút adott a Közszolgálati Magyar Televíziónak, mint egy 15 perces hosszú interjú volt, a Közszolgálati Televízió egyik fő esti hírműsorában, majd utána a műsorban a Fidesz parlamenti frakciójának, parlamenti csoportjának a vezetője értékelte az interjút, és ezután a Fidesz gazdaságkutató intézetének vezetője értékelte a Fidesz vezetőjének, egyben a magyar miniszterelnöknek az interjúját. Tehát lezajlott egy félórás program a Közszolgálati Televízióban, amiben egyetlen ellenzéki hang nem szólalt meg. Miniszterelnök elmondta a véleményét, Fidesz parlamenti csoportjának vezetője értékelte, mint mondott a miniszterelnök, és további kormánypárti értékelések hangzottak el. Most történik. Nyári történet, autóval közlekedtem az országban, és különböző zenei rádiókat hallgattam szerte vidéken, és arra lettem figyelmes, hogy mindenhol a közszolgálati hírügynökség, tehát az állami kézben lévő és jelentősen politikai befolyásoltság alatt működő hírügynökség rádiós híreit lehetett hallgatni különböző regionális helyi rádiókban. Ugyanis az történt az elmúlt években, hogy az MTI, tehát a Magyar Hírügynökség híreit ingyenessé tették, tehát nem kell érte fizetni, és ez azt eredményezte gyakorlatilag, hogy a válság sújtotta médiában, egyre több szerkesztőségben történik meg az, vagy egyre több rádiónál, újságnál történik meg az, hogy a helyi hírszerkesztőiket leépítik, és helyette az ingyenesen elérhető, az állami hírügynökség ingyenesen elérhető híreit továbbítják. Tehát gyakorlatilag vidéken az ember bárhova csavart, a helyi rádióban az MTI híreit hallgatta. És hogyha az ember nagyjából most bekapcsolja a televíziókat, akkor azért több kevesebb eltéréssel azt tapasztalja, hogy részben a kereskedelmi televíziók azért jelentős mértékben depolitizált híradókat közvetítenek, ebben persze vannak kivételek, de ennek egyik nagyon jó példája az is nem olyan régi, pár két évvel ezelőtti, amikor Magyarország új alaptörvényét, új alkotmányát elfogadta a kormány, akkor ez a hír az egyik kereskedelmi televízióban a 13. legfontosabb hír volt, a balesetek, katasztrófák, árvizek után. Ez történik tehát a televízióban, és hogyha az ember mondjuk a
az egyik legnagyobb elérésű ingyenes napilapot kezébe veszi, akkor abban csupa pozitív hírt lát a magyar kormány tevékenységéről. Ez az ingyenesen elérhető napilap, ez a kormányhoz közel álló egyik üzleti érdekcsoport kezében van. Ugye az egyik előbbi előadásban azt lehetett hallani, hogy nagyjából a magyar népesség 60%-a még mindig az úgynevezett mainstream médiában, tehát a rádióból, televízióból tájékozódik, és hogyha azt a réteget nézzük, aki passzívan fogyasztja csak a híreket, tehát nem az interneten, keresi aktívan az információkat, akkor ők ebből a médiakörnyezetből tájékozódnak azzal kapcsolatban, hogy mi történik Magyarországon. Tehát azt hiszem Daniel említette, hogy a Franciaországban látszólag minden rendben van a médiában. Magyarországon az a nagy helyzet, hogy látszólag sincs minden rendben, vagy aki kicsit odafigyel, az nagyon súlyos problémákat lát. Erre majd a végén visszatérek. Tehát akkor nagyon röviden néhány kutatói megállapítás. Egy nem olyan régi riportban azt állítjuk a magyar média helyzettel kapcsolatban, hogy egy lassú foglyulejtése, vagy lassú folytogatása történik a magyar média szabadságnak, tehát hogy egy visszafordulás van ahhoz képest a helyzethez képest, ami mondjuk a 90-es években tapasztalható volt, ami nem egy ideális helyzet volt, ennek ebből is rettentő sok probléma volt, de Magyarország visszafordult a sajtó felszabadítása, vagy a szabad sajtó kialakításának tekintetében. Mi is történik pontosan? Tehát egy lassú foglyulejtése történik a magyar médiának, ennek különböző elemei vannak, az egyik a törvény, a másik a törvény alkalmazása, tehát a média hatóság tevékenysége, ezekről mindegyikről mondok nagyon röviden valamit. A harmadik az üzleti környezet átalakítása, és mi is történik pontosan. Tehát a médiatörvényt ugye sokszor kérdezik, hogy milyen hatása volt a médiatörvénynek. A mi értékelésünk szerint a nagyon represszív, részletes, az internetre, az írott sajtóra is kiterjedő, részletesen szabályozott médiatörvény valójában egy fenyegető keretet jelent csak a média működésének tekintetében. Itt idézem a sajtószabadság indexünket, ami 4,6-re értékelte a magyar sajtószabadságot különböző felmérések alapján. Ez megegyezik a Freedom House felmérésével, ami azt mondja, hogy részben szabad a magyar sajtó, és ez is egy visszafordulás ahhoz képest, ahol a magyar sajtó a 90-es években volt. Néhány adat a különböző kutatásainkban. Az újságírókat kérdeztük arról, hogy mi a véleményük a sajtószabadság és a médiatörvény megítéléséről. Csak 6%-uknak volt pozitív véleménye, 58%-uknak egyértelműen negatív véleménye volt. 68%-a az újságíróknak azt mondta, hogy a magyar a törvényi és jogi keretek romlottak. 75%-a mondta azt, hogy a közszolgálati média teljesítménye jelentős mértékben romlott, és 52-57%-a mondta azt, hogy az elmúlt években a média pluralizmusa és diverzitása csökkent. Ugye említettük itt már többször, hogy a közszolgálati médiára mérte a legnagyobb csapást a médiatörvényekkel kialakított keretrendszer, tehát a közszolgálati médiában gyakorlatilag megszűnt a közszolgálati médiának a diverzitása. Korábban az történt a magyar közszolgálati médiában, hogy különálló egységekben működött rádiós hírszerkesztőség, televíziós, közszolgálati televíziós hírszerkesztőség, hírügynökség és szatellitát műholdas televíziós hírszerkesztőség. A médiatörvény miatt ezt az egészet központosították, ez a központosított és a hírügynökséget is ebbe a központosított hírgyárba integrálták, ez azt eredményezi, hogy nagyon könnyű a kormányzat álláspontját, vagy a kormányzat spinjét, ahogy angolul szokták mondani, a hírekben továbbítani, és a közszolgálati médiában egy halom hírmanipulációs esetről közölt információkat az internetes sajtó, tehát ezek az esetek nagyon könnyen elérhetőek. Mindenféle felmérésünk szerint jelentősen erősödött az öncenzúra, részben a közszolgálati médiában, ahol rettentő nagyon erős, de a magánmédiának is olyan szegleteiben és olyan részeiben, ahol a
a pénzügyi háttér nagyon szorosan kötődik a politikához, olyan üzleti érdekcsoportok tulajdonában van egyre nagyobb részben a magyar média, amelynek nem elsősorban az a célja, hogy jó minőségű médiaterméket gyártson, hanem az a célja, hogy érdekeket kiszolgáljon, leginkább politikai és üzleti érdekeket. Tehát 77%-a a magyar újságíróknak mondja azt, hogy tabuk vannak a magyar médiában. Érdekes, hogy 96%-a a média menedzsereinek, tehát a média üzleti vezetőinek, és 16-17%-a mondja a magyar újságíróknak, hogy a mindennapi munkájában öncenzúrázza magát, tehát felismeretően tudja, hogy milyen témákról nem számol be, vagy milyen kérdéseket nem tesz föl. Csak egy érdekes adalék, ugye Magyarországon nagyon erős a kulturális hagyománya az öncenzúrának, hiszen a kommunista diktatúra utolsó 10-15 évében gyakorlatilag nem volt hivatalos törvényes cenzúra, törvényekben létezett, soha nem alkalmazták, hanem egy nagyon széleskörű öncenzúra működött a magyar sajtóban, az újságírók pontosan tudták, hogy mik azok a tabuk, amikkel kapcsolatban nem lehet kérdéseket föltenni. Tehát az a keretrendszer, amit a kormány az elmúlt 3 évben létrehozott, az erősíti ezt a fajta kulturális hagyományt, ennek a kulturális hagyománynak a továbbélését vagy virulását. Nagyon röviden már volt szó a törvény alkalmazásáról, tehát a médiahatóság hogyan alkalmazza a törvényt. Erre a legjobb példának a, itt most hárman túlhaladom, mondtam, a szuperszonikus sebesség lesz, tehát a rádiós piac átalakítása. A rádiós piac átalakításában az történik, hogy gyakorlatilag az utóbbi 2-3 évben egyértelműen az új frekvenciák kiosztásánál a kormány a jobboldali rádióadókat preferálta, és a vallásos tartalmat, és ezzel nincs is semmi baj, igazából azzal van baj, hogy ezt a más vélemények és másfajta politikai nézetek kárára tette meg. Tehát itt ezen az ábrán az látszik, hogy a klubrádió, amelyik ugye bejárta a nemzetközi sajtót, a klubrádió esete, itt ugye az történt, hogy a klubrádió sorozatosan veszítette el a frekvenciáit, és majdnem ugyanezeket a frekvenciákat, vagy ugyanezeket a területeket egy jobboldali rádióállomás kapta meg. Tehát ugye ezzel az a nincs baj valójában, hogy egy másfajta vélemény is országos lehetőséghez jut, azzal van baj, hogy ezzel párhuzamosan csökken a diverzitás, vagy csökken a média pluralizmusa. Itt is pár adat ezeket, egyébként a Prezin elérhető ez a prezentáció, tehát lehet látni, hogy milyen mennyiségben jutottak frekvenciához ezek a rádióadók. És a rádiós piac valóban azért érdekes, mert ez az a terület, ahol az állam direkten be tud avatkozni. És röviden, nagyon röviden tényleg az üzleti környezetének, a média üzleti környezetéről. A Transparency International nemzetközi korrupcióellenes szervezet 2 évvel ezelőtt a magyar helyzetet úgy minősítette, hogy a korrupciós szakirodalomban state capture-nek nevezett helyzet állt elő. Magyarul magán, üzleti, politikai érdekcsoportok foglyul ejtették a magyar államot, és a magyar államot a saját partikuláris érdekeiknek megfelelően működtetik. Ennek a magyar médiapiacon az a leágazása, hogy egyre nagyobb teret kapnak azok a médiatulajdonosok, amelyek politikailag elkötelezettek egyik vagy másik oldal mellett, és ezen belül leginkább azok az érdekcsoportok jutnak minél több üzleti lehetőséghez, amelyek a jobb oldalhoz közelítenek, a piaci versenye miatt csökken, és az államnak egy helytelen befolyása van a közmédiára. Erről már részben volt szó, tehát a hírfogyasztásra gyakorolt hatásról szerintem a Gábor beszél. És akkor röviden arról, hogy két rövid állítás. Amikor külföldiek kérdeznek arról, hogy hogyan foglalnám össze a magyar médiahelyzetet, akkor két szót szoktam mondani, és szerintem mind a kettő nagyon jól kifejezi azt, hogy mi is történik ma Magyarországon. Részben a médiapiacnak a berlusconizációját látjuk, és másik részben a putinizációját. Berlusconizációját abban az értelemben, hogy egyre nagyobb teret kapnak az oligarchák, az üzletileg elkötelezett érdekcsoportok tulajdonosi lehetőségekhez jutnak. Az állami hirdetések nagy részét ezek az érdekcsoportok, illetve ezeknek az érdekcsoportoknak a kezében lévő média vállalatok kapják.
és ezzel párhuzamosan a közszolgálati média is egy politikai erő szolgálatába állítódik, tehát ez a beruszkonizáció. A putinizációt pedig abban az értelemben értem, hogy igen, tehát Magyarországon az interneten, ahogy Gábor is említette, mindent le lehet írni, az internet szabad, és ez gyakori érv a kormányzati kommunikációban is. Ugye a kormányzat leginkább azt szokta mondani, hogy lám-lám a magyar köztársasági elnököt az internetes sajtó buktatta le, a magyar köztársasági elnök kénytelen volt lemondani egy plágium ügy miatt, és ezt az ügyet valóban az egyik legnagyobb internetes sajtótermék közölte, de ennek az ügynek a beéréséhez majdnem fél évre volt szükség, tehát ehhez önmagában nem volt elég a sajtó, ennek volt egy politikai forgatókönyve is, aminek a végén valóban lemondott a köztársasági elnök, de putinizációt olyan értelemben értem, hogy az interneten valóban mindent le lehet írni, és az internet teljesen szabad. A kérdés az, hogy ezek a hírek hogyan jutnak el a nagy közönséghez, hogyan jutnak el a magyarok többségéhez, és ebben óriási problémák vannak. A mainstream médiában ezek a hírek, vagy az internet által feltárt esetek azért nagyon ritkán jutnak el, és az internet a szabadságnak egy tere, de ennek a szabadságnak a korlátját az jelenti, hogy ezek a hírek, ezek az információk hogyan jutnak el a nagy közönséghez. Köszönöm szépen!